Szanya és Angéla azon kevesek közé tartozik Szerbiában, akik nyíltan felvállalják, hogy leszbikusok. Már 5 éve élnek együtt. Bennünket még sosem ért hátrányos megkülönböztetés. Szanya mozgáskorlátozott, és az embereknek nem az jut elsőként az eszébe, hogy mi egy pár vagyunk. Szanya és Angéla szívesen részt vennének a szeptember 17-ére meghirdetett nagy belgrádi Europride felvonuláson. A rendezvényt azonban biztonsági okokra hivatkozva lemondták. Aki Szerbiában felvállalja a másságát, nem érezheti magát biztonságban. Mi elég gyakran kinyilvánítjuk, hogy kik vagyunk, de alaposan átgondoljuk, hogy ezt milyen körülmények között és ki előtt tesszük meg. Itt nem lehet csak úgy egyszerűen kimondani nyilvánosan, ha valaki homoszexuális. Már 3,5 éve, hogy eljegyeztük egymást. Ez egy kicsit olyan, mint egy regény. Már régóta tart, de a következő fejezet, a házasságkötés lehetősége még nincs a látóhatáron. A törvények ezt nem engedik. Remélem, hogy ez hamarosan megváltozik. Szanya és Angéla szívesen részt vennének a szeptember 17-ére meghirdetett nagy belgrádi Europride felvonuláson. A rendezvényt azonban biztonsági okokra hivatkozva lemondták. A belgrádi Pride résztvevőit 2001-ben és 2010-ben is brutálisan megtámadták. A felvonulást 2014 óta csak nagy biztonsági intézkedések mellett tudják megtartani. Pedig Szerbia miniszterelnöki posztját már 5. éve egy nyíltan leszbikus politikus tölti be. A felvonulás miatti nyomás ezúttal azonban jóval nagyobb. A Pride most először igazi európai rendezvény, amelyen több nemzetközi szereplő, köztük az Európai Parlament képviselői is részt akartak venni. A szerb ortodox egyház kifejezetten a Pride ellenes mozgalmat támogatja. Az egyház feje, Porfirije pátriárka azt állítja, hogy a Pride a tradicionális családi értékeket fenyegeti. Az egyház szellemi vezetői eddig még mindig a nagyszámú ellentüntetések élére álltak. Az ellentüntetések támogatói közé tartozik a szélsőjobboldali ellenzéki párt a Dveri, amelynek parlamenti képviselője Radmila Vasics az EU politikusoknak küldött fontos jelzésről beszélt. Tisztelniük kellene a szerb társadalom többségének véleményét, és távol kellene tartaniuk magukat az Europride felvonulástól. Az alkotmányunk, a törvényeink és a polgárok akaratával szembe menve nem szabad ragaszkodniuk a tüntetés megtartásához. Szerbia korábban beleegyezett az Europride megtartásába. Alekszandr Vučić azonban összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülését, és betiltatta a Pride felvonulást. Mi nem akarjuk, nevetséges kifogásokkal kigúnyolni az állampolgárainkat, azt állítva például, hogy a rendezvényt a majomhimlő miatt kell betiltani. Nem fogjuk a gyerekeinket, a szüleinket és a testvéreinket megalázni. Aggaszt minket a biztonság, az egész helyzet, amely ebben az országban van. A kritikusok szerint ez csak ürügy. Az Europride belgrádi szervezői minden rendelkezésre álló jogi eszközzel a döntés visszavonásáért küzdenek. Azt szeretnénk, hogy a Pride felvonulást a tervek szerint meg lehessen tartani. Felvonulás nélkül nincs Pride. Továbbra is ragaszkodunk ehhez. Szanya és Angéla egyszer szívesen összeházasodnának, de nem külföldön, hanem Szerbiában. Hazájukban akarnak maradni, és helyben akarnak a jogaikért küzdeni. Azt remélik, hogy egy napon a társadalom egyenrangú tagjaiként fogadják el őket.